Szép napot! Kaptam egy felkérés zuhanytárca javításra, ami így néz ki, ez körülbelül egy másfél ére készült. A fugát már kiszedték belőle, de nem is ez a probléma, hanem az, hogy látszik ez így jobban. Itt talán jobban lehet látni, hogy egy 3 mm. Van benne. Úgyhogy most ezt próbálom meg helyrehozni. Tiszta víz, basz. Mi ez? Látjuk, ez abszolút nincs leszigetelve. És ugye ez szépen beázott. Nem kell neki sok egy kis repedés, és már szépen szivárog is be a víz. És ez meg megemelte az egészet. Bevontottam az alsó vágott sort is. Viszont, hogy mutassam, itt látható, hogy ez kapott szigetelést az oldalfal, viszont az ajzat egyáltalán nem. Valószínűleg tartom, hogy a negatív sarkoknál szépen beszivárgott a víz, és akkor ez ment be a tálca alá. No, egy nappal később már ez a helyzet szépen kiszáradt, hogy ott azokon a részeken ázott be, úgyhogy most
szigetelést. Két réteg szigetelés is megszáradt, meg a kis sarkokba is kiletkembe rendesen fel a falra. A sávos összefolyó is kapott egy szigetelést itt ezen a részen, ugye ezek közelből egy gyárilag gyár is, különben egy szalag, amivel meg lehet csinálni a szigetelést. Na szóval két réteg aqua defense, és akkor most jöhet rá a burkolat. És hát elkészült a zuhanytálca, újra burkolva, fugázva, szilikonozva, és természetesen szigetelve. Valahogy így kellett volna kinézni az elején is neki. Függőleges fugákat is újra húztam. Azok is kaptak új szilikon tömítést. Mert ugye a zuhanytálcának is ugyanúgy kellene kinézni, és ugyanaz szerepet tölti be, mint egy medence. Ugye ott se folyhatna ki a víz, és folyhat ki a víz belőle. A zuhanytálcáknál sem folyhat ki a víz. Meg kellene tartani nekik a vizet. Úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni, megfelelő szigetelésre. Tovább viszik meg.